háborozott, figyelsz! Iga, szógy! Vigyázz! Irány utánam! Lépés! Indulj! Pihenő után délutáni foglalkozásra masíroznak a gyerekek Vaján. A honvédelmi tábornak itt a Vai Várkastély ad otthont. Szabolcs-Szatmár-Berekben, Nyíregyházán is tartanak hasonlót. Az egyhetes turnusokat eltérő tematikával szervezi a honvédség. Vajai tábornak a fő irányvonala az a lovaglás. Úgy gondolom, hogy ez merőben kapcsolódik a honvédséghez, úgyhogy csak a huszárokra gondolunk. Minden délelőttjük ezzel telik, átutaznak Paposra, ott van egy lovarda, és ott tudnak lovagolni. Van, aki már gyakorlottabb, van, aki teljesen kezdő, de ez nem szokott számítani, mindenki nagyon segítőkész. Illetve délutáni foglalkozások pedig inkább mai honvédelemhez kapcsolódnak. Airsoft lövészet van, szigorúan felügyelet mellett. Mai nap például túlélési praktikákat, ismereteket fognak tanulni, menedéket fognak építeni, illetve katonai testnevelés és alaki foglalkozások is vannak. A célcsoport is más. Ide 12 és 15 éves kor közötti gyerekek érkeztek, a következő turnust viszont már nagyobbaknak, 15 és 18 év közöttieknek rendezik. Nem csak fiúk jelentkeznek a táborokba, a tapasztalat az, hogy a két nem aránya kiegyenlített. A gyerekek közül sokan nem először vesznek részt a különleges nyári programon. Tavaly Füzesaponyban voltam, önvédelmin és Nyíradonyban harcoson. Igazából lovasba azért szerettem volna, mert testvérem is volt ugyanitt, ugyanilyen lovas táborban, és ő is mesélte, hogy milyen jó volt, és inkább az vitt engem, hogy jöjjek ide. Kinek mi jut eszébe a túlélésről? Nyugodtan lehet jelentkezni, és akkor mi? Ugye? Tűzrakás. Jó, mondjon valaki mást is. Menedék. Igen. Tiszta víz. Tiszta víz, nagyon jó. Hát itt a lányok sokkal nagyobb túlélők, mint a fiúk. Élelemszerzés, igen. Természet, tök jó. Hát igen, ugye ott kell túlélni legtöbbször. Ez pedig már a túlélési ismeretek foglalkozás. Ezen az erdős területen kell menedéket építeni a fiataloknak. A feladat az, hogy a terepszínű ponyvákat a csapatok az előírásnak megfelelően rögzítsék a fákhoz. A táborokban kötött a napi rend. Arra azonban odafigyelnek, hogy a gyerekeket ne terheljék túl. Van egy napi menetrendünk, ami 6 órai ébresztővel kezdődik, egy gyors frissítő katonai testnevelés, ami futás, egy kis fekvőtámasz, tehát amit azért meg tudnak csinálni a gyerekek is. Aztán reggeli, ugye lovarda, ebéd, pici pihenőt ilyenkor szoktunk azért adni, mert csak gyerekekről van szó, hogy hamarabb elfáradnak, délután pedig foglalkozunk velük mi katonák az előbb említett programokkal. A Magyar Honvédség 2016 óta szervez honvédelmi táborokat, Vaja község 6. alkalommal adott otthont a turnusoknak. A vármegyei helyszíneken június és július hónapban összesen 100 gyermeket táboroztatnak majd a katonák.